nagyapámnak volt egy ilyen műterme, és hát mi gyerekkoromban volt, játszottunk állandóan. Ezért aztán egyikünk se akart fényképész lenni, mert ugye vagy mosogatni kellett, vagy laborálni, hát inkább laboráltunk. Én 1975-ben, hát nem annyira legálisan elhagytam az országot, végre kijutottam Los Angelesbe, és akkor ott kezdtünk el dolgozni. Az első ember, akivel belebotlunk itt a stúdiódban, az Johnny Depp. Hogyan emlékszel vissza erre a fotózásra? A menedzsment fölhívott, hogy van egy feltörekvő sztár, és jöhetne holnap délután, mondtam, hogy igen. Ott is ugyanígy végig kellett csinálni az összes ilyen különböző karakterképeket vele, azért az öltönytől a bőrdzsekig, minden vacak, fülbevalók, meg egyebek. De tüneményesen aranyos volt, ő mondta, hogy nem akar színész lenni, ő zenész akar lenni, de gondolom meggyőzték, hogy jobban megpróbálja. Sokan egy kicsit úgy félreértik, tehát hogy híres embereket ismerni meg az nem egy olyan nagy dolog, egy-kettő pedig, mert ott van. Tehát ha egy autógyárban dolgozol és versenyautókat akarsz, hát ott vannak. Ez gyártják, ez körülbelül olyan. Ez egy ilyen film volt, amiben ugye a lány volt valamilyen Tarzan féle dolog, a oroszlán meg a barátja, és erről szólt a film, hogy ezek ottan bütykölnek valamit, és hát nyilván az volt a cél, kitaláltuk, hogy ilyen nagy göndörhaj, meg az oroszlán sörény, meg minden, ilyen dolog lett volna valahogy a lényeg az egésznek, addig a pillanatig, amit az oroszlán ellen kezdte produkálni magát, és hát ez lett belőle. Van nálunk egy mondás, hogy a siker az, ha megélsz a hobbitból. És én tényleg a hobbimból éltem meg valahol. Tehát az ember minden nap úgy megy le dolgozni, hogy hú, milyen jó nap lesz ez a mai. Jaj, ideges vagy, ugye? Hát azért nem semmi ennyi világsztár után ideállni a géped elé. Jaj, ne viccelj már. Hidd el nekem, ugyanúgy használják a reggeli dolgokat, mint te. Az így világon semmi különbség nincsen közt. Ugyanúgy reggeliznek, ebédelnek. Volt nálunk egy szóvic, hogy Hollywoodban 25 év a szabadosságod, és utána már menj el, mert valami baj van. És nagyban barátommal beszéltünk, hogy már 31 nányi vét vagyunk, most már tényleg nem kéne itt lennünk, és 2006-ban hazajöttem. Na, egy picit lazítsd el magadra, keresztbe, akkor csak az arcod lesz rajta. Ez azt, pont ezt akartam, ide nézzél rám, és csinálunk egy próbát, és ha minden jól megy, akkor egyből eltaláltuk. Na, picikét még fordulj a válladat, nem mozog, forog. Följebb az álladat, egy kicsit arrafele billen a fejed, egy kicsikét, úgy, nagyon jó. Amikor hazajöttem, hát semmi különös nem történt. Ha megkérnek rá, akkor tanítok embereket fényképezni, és ez ugyanaz öröm. Tehát én ugyanannyira élvezek tanítani embereket, mint fényképezni ezeket a félbolondokat a világ másik oldalán, tehát elvileg teljesen mindegy. El kell érni, hogy a másik ember diszoszociált legyen, tehát ne arra gondoljon, hogy fényképezik. És ennek többé-kevésbé az, hogy nem hagysz időt arra, hogy gondolkozzon. Tudod, és akkor megnyugszik, meg úgy lecsillapszik, meg egyebek, tudod. Legtöbb esetben, amikor mondják, hogy én szeretnék természetesen kinézni, hát nem szeretnél, tehát senki nem szeretne. Kvázi el kell érni, hogy valaki megjátsza magát. Egyébként érdekes volt, mert ahogy például oldalra forultál, egyből beindult a szem, meg a száj, meg minden, mert nőből vagy. Na most, hogyha ezt hagyod, akkor ez működni fog. Ugye megkéred valamire Jóistent, akkor megkapod, csak nem akkor és nem úgy. Hát valahogy így történt, és tényleg a legvadabb álmaimat is fölülmúlt az öreg úrnak a meglepetései. Tehát tényleg az ember csak csinálhassa, amit szeret. Ennél jobbat nem lehet elválni.